Veresegyházi medveotthon Közép-Európa egyetlen medveotthona, mely az Állatvédő Világszervezet és a Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre 1998-ban. A medveotthon, mely 2009-ben kapta meg az állatkert minősítést, az idei évtől kezdve már önálló intézményként működik. Ez az intézmény május 1-től lett létre. Ez a terület egy 3 hektáros terület, amely az intézmény székhelye, és az a feladata a város vezetése megbízásából, hogy Veresegyház kulturális, turisztikai életének kiszélesítését végezze el. Egy olyan fajta fejlesztési program kidolgozása, ahol a közel 30 hektárnyi terület felöltöztetése a mi feladatunk, hogy a magyarországi turisztikai térképen Veresegyház város még jobb helyet tudjon elfoglalni. Augusztus 16-án nyitotta meg kapuit a Veresegyházi Medveotthon állatsimogatója Barátkozó néven, ahol persze nem medvét vagy farkast, hanem kézbarát állatokat lehet simogatni, etetni. Az állatsimogató, mely egy parkosított farmon lett kialakítva, a medvéktől, farkasoktól függetlenül is látogatható. De szerettünk volna egy olyan helyet kialakítani, ahol kéz közelbe vannak a kicsi állatok, és ezáltal a gyerekek, családok meg tudnak velük ismerkedni. A mi célunk az hosszú távon, hogy a Magyarországon őshonos állatoknak biztosítjunk egy ilyen megfelelő életkörülményt és életteret, de természetesen itt a területen is vannak, mint hogy lehet látni a háttérben láma és emu, ami nem a őshonos állat kategória, de a többi állat az mindenféleképpen oda tartozik, a rackajuktól a mangaliszamalacig a kecskéig. És az a mi célunk itt ezzel a terület kialakítása, amit mi Barátkozónak nevezünk, ahol nagyon felkészült szakmai vezetéssel, szakmai tudással rendelkező kollégák vannak, mint zoopedagógusok, hogy az ide látogató iskolai, óvodai csoportoknak, gyerekeknek el tudják magyarázni, hogy melyik állat milyen létben, milyen feltételek között tud igazán jól élni, hogyan lehet velük barátkozni, mik azok az életkörülmények, amit biztosítani kell számukra, és ezt itt a gyerekek megtanulják. Az a hosszú távú célunk, hogy mindenki ez alapján majd el fogja tudni dönteni, hogy ő szeretne a saját lakásába otthon egy kedvenc állatot, hogy tudja neki a megfelelő életteret biztosítani, vagy időnként eljön ide hozzánk, és a tengeri malasztól a kiskecskéig, a nyusziig, a Baromfi udvar lakóival itt tud nálunk megismerkedni. A medve otthon is, és mi is az év minden napján nyitva vagyunk. A Barátkozó az 10 és 18 óra között van. Nagyon fontos, hogyha szeretnének a csoportok egy kis vezetést kérni, szakmai vezetést, amit a Szilágyi István kollégám és a Cigány Ildikó kolléganő nagy-nagy szeretettel és kedvességgel lebonyolít megcsinálni. Erre időpontot kell egyeztetni, hogy mikor szeretnének jönni, de a nap minden szakába várjuk az ide látogatókat. Főleg úgy, hogy ha valaki a belső térbe bemegy, és onnan néz körbe, körülötte vannak az állatok, tehát fel lehet tenni a költői kérdést, hogy végül is ki van most a kertecek vagy a rácsok mögött. De az a célunk, hogy itt harmóniába éljenek az emberek, a gyerekek, illetve ezek a kicsi állatok. A kibővült Veresegyházi Medveotthon intézmény színes programokkal és szolgáltatásokkal várja látogatóit az év minden napján. Október 4-én a Farkasokkal kocogó elnevezésű családi sportnapot első alkalommal rendezik meg profi és amatőr futóknak, családoknak, kicsiknek, nagyoknak és állatbarátoknak. A versenyt a Medveotthon, a Smaragdese és a Veresegyházi Futókör közösen szervezi. Augusztus 16-án nyitottuk ezt a kis állatsimogatónkat, de úgy gondoltuk még, hogy az idejében egy nagyobb rendezvényt az Állatok Világnapja alkalmából október 4-én egy szerintünk nagyon kellemes programot próbálunk kínálni az ide látogatóknak. Az a címe, hogy Farkasokkal kocogó, tehát ez egy családi sportnap, amely jótékony célú sportnapot, futást jelent. A jótékonyságnak két vetületét szeretném figyelmébe ajánlani a kedves nézőknek. Az egyik az, hogy felhívjuk a figyelmet a farkasok létére és életkörülményeire, nem csak azért, mert megjelentek az erdeinkbe, hanem azért, mert egy érdekes állatok, és szeretnénk nekik az itt összegyűjtött pénzből majd elindítani egy új farkas kifutót, de azt hiszem ettől sokkal fontosabb, hogy hívjuk a családokat, hogy egész nap itt legyenek velünk, együtt legyenek, sportoljanak, kicsit kiránduljanak. Természetesen a sport mellett kis kulturális programok is lesznek, és különböző kategóriákba szeretnénk, ha összemérnék a tudásukat, amelynél inkább a részvétel és a jó hangulat fontos, nem annyira az eredményesség.
külön kategóriát indítunk a gyerekek részére, ez egy 800 méteres futást jelent, külön kategóriát indítunk a ifjúság részére, ez már 3,5 kilométer, a felnőttek is szintén 3,5 kilométerre futnak, a családok szintén a 800 méteren mérik össze a tudásukat, és egy különlegesség is lesz, hogy aki elhozza a kedvenc kutyáját, lesz egy olyan kategória, ahol a család vagy a gyerekek a kutyusokkal együtt tudnak futni. A farkasokkal kocogó bevételét egy új kifutó építésére kívánják fordítani, ahová az egyik falkát költöztetik majd, hogy a látogatók még közelebbről csodálhassák meg ezeket a különleges ragadozókat. Jelen pillanatban 40 farkas él itt az életét, van egy vadfalkánk, ők az erdő túloldán élnek a nagy kifutóban, és van 3 kézbarát falkánk, 10 kézbarát farkassal dolgozunk. És hát egy komoly társadalmi konfliktus kezelést vállaltunk fel a Veresegyházi Önkormányzat támogatásával és az itteni vezetőség támogatásával. Ugye Magyarországra települnek vissza a farkasok, medvék, és hát az elmúlt 100 évben nem éltek Magyarország mostani területén nagy ragadozók, és mi abban szeretnénk segíteni, hogy a Józan középutat az emberek megtalálják. Nem cukizzuk a medvét, nem mici mackó, nem akarunk a málnásban medvével szelfizni, erre megtanítjuk az embereket, de nem is kell rettegni, tehát nem kell bedeszkázni az ablakokat, ajtókat, ha farkas hangot hallunk. Ugye ez egy érintett terület lesz, és nem leszünk mi farkas, medve, nagyhatalom, Salgótarjántól éjszakra fordulhat elő most medve és farkas, és maradnak is ott. Közel 2 tucat farkasunk van, és körülbelül 1 tucat medve járja a szlovák-magyar határvidéket. Az arany középút megtalálásában azért vannak olyan lehetőségek is, ugye, hogyha valaki örökbe szeretne fogadni farkast, akkor minden hétvégén pontban déli 12-kor szeretettel várunk megfelelő ruházatban, megfelelő hozzáállással, viselkedéssel örökbefogadót, és csak felnőttekről beszélünk, tehát gyerekeket nem viszünk be. Gyerekeknek egy csodálatos farkas programot, illetve egy hát úgynevezett predátor programot, sokan nem szeretik ezt a szót, de hát az inger küszöb már emelkedik, tehát erre jobban fogékonyak a fiatalok is. Tehát bemutatunk itt agancsot, szarvat, legalább ezzel legyenek az urbánus városi gyerekek tisztában, hogy mi a kettő közti különbség, de vannak itt aligátor teknőseink, medvék, farkasok életébe avatjuk be a gyerekeket, és hát ugye, ami érdekes, hogy mi abban nagyon-nagyon hiszünk, hogy oktatni és oktatni kell a felnövekvő nemzedéket, és hát az lesz egy szép világ, amikor a gyermekeink sokkal többet tudnak, mint mi. És így lehet egyébként a nagyragadozókat elfogadtatni a társadalommal, a gyerekek által. Az október 4-én vasárnap megrendezésre kerülő Farkasokkal kocogó elnevezésű versenyre nevezni lehet szeptember 30-áig a Veresegyházi Medveotthon honlapján található űrlapon, valamint a verseny napján a helyszínen. Az első rajt 11 órakor lesz, de azok is teljesíthetik a távot, akik később érkeznek az állatparkba.